kinyitjuk az oldal legnagyobb ládáját a mai nap folyamán. Tartsatok velem! Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és most egy kis gamblinget fogunk csapni, kipróbáljuk a szerencsénket. Ugye megszokhattátok már, hogy mostanában elég gyakran volt mondjuk az élőadások elején gambling, aztán utána most egy picit így nincs. Viszont most kijött egy új oldal, ami nem más, mint a My Unbox. Com, úgyhogy akit érdekel, esetleg nézze meg. Pár dolgot szeretnék elmondani hogy a Gamblinggel kapcsolatban, hogy a gambling az rossz és a nyomorba dönt, ez ez teljesen igaz, nem véletlenül gamblingnek hívják egyébként, szerencsejátéknak, tehát hogyha esetlegesen azon töröd a fejedet, hogy mondjuk a megspórolt pénzedet szeretnéd, nem tudom, megduplázni, triplázni, akkor ne ezt a lehetőséget válaszd le, leginkább szerintem, mert ez azért elég durván a szerencse faktor. Én ugye nagyon sokat nyitogattam élő adásban, itt azért nem mindig volt profit, volt profit, nem is kevés profit, valamikor, valamikor meg egyszerűen semmi. Szóval abszolút a szerencse, úgyhogy abban az esetben, amennyiben neked van rengeteg fölös pénzed, és mondjuk szeretnéd kipróbálni a szerencsét, akkor oké. Okay. Viszont abban az esetben, hogyha nincsen fölös pénzed, és csak szeretnél így, nem tudom, gyorsan pénzhez jutni, és azt gondolod, hogy hát most akkor kinyitom az utolsó 20 dolláromat, hát ha lesz valami, ne, ne, inkább fagyizd el, vagy bármi. Jó? Szóval így gondolok, hogy szerintem. Viszont ami, csak hogy mondjak egy kis pozitív dolgot is, ez az oldal egyébként, sőt, ezek az oldalok ugye, amiket eredetileg az OP Skins üzemeltet. Na most ezek az oldalak, amiket nem lehet megbuherálni, szóval ha akartok nyitni, és tényleg minden annál elhatároztatok, hogy ti nyitni szeretnétek, akkor ezeken az oldalakon nyissatok. Ezek teljes mértékben legit oldalak, és a streamereknek és egyéb bemutatót vagy tartalomgyártó embereknek sem viszik fel a százalékát, de ezt szerintem majd meg fogjuk látni, amikor nyitogatunk. Illetve kitaláltam most egy olyan challenge-et, hogy ki fog nyitni egy GZ ládát, mindig is ki akartam nyitni egy GZ ládát, 30 kulcs egyébként, egy kulcs két és fél dollár, szóval nem lesz olcsó mulatság, de meglátjuk, hogy mit fog dobni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Egy másik, amit még szerettem volna mondani, hogy ezek az oldalak, Különböző IRL cuccokat is tartalmaznak, tehát itt lehet nyerni a tévétől kezdve, a cségókésen át, vagy cségószkineken át, a telefonig, a cipőn keresztül, póló, pulóver, sakkó, tehát igazából mindent amiket megszokhattunk, ez ugyanúgy itt is van. Úgyhogy nem is nagyon húzom tovább az időt, hogyha ki szeretnétek venni, és mindenképpen úgy szeretnétek nyitogatni, hogy mondjuk legyen is belőle nektek, és ki szeretnétek venni az adott itemet, akkor európai ládákat nyissatok, ne amerikai, mert az amerikaiaknál 60 dollár pluszt kell fizetni, úgyhogy figyeljetek rá oda, hogy EU ládákat nyissatok mindenféleképpen, hogyha ki szeretnétek venni. B-verzió nem veszitek ki, és mondjuk kiveszitek különböző cash és ilyen oldalakon, arra is van lehetőség, én általában ezt szoktam, fogok, nyitogatok, és nem veszem ki mondjuk az adott cipőt, vagy valami, hanem ennek az értékét. Na, skacok, csapjunk bele, kívánjátok sok szerencsét, és kinyitjuk az oldal legnagyobb ládáját, ha majd a folyamán, tartsatok velem! Itt lehet látni mondjuk azokat az összegeket, amiket mostanában nyitottak, nem gyenge. Az a baj, hogy hát sose én nyitom ezeket, hát most is nyitott valami. 3046, Jézusom! Na jó, szóval erre kell készülni, úgyhogy szerintem van 30, ugye 60 kulcsunk, 30 kulcsba kerül a GZ láda, erre mind, ezt mindenképpen meg fogjuk tartani. Úgyhogy van 30 kulcsunk, hogy valamit nyissunk, hogy szerintem menjünk bele, kezdjük a bemelegítéssel, ami legyen mondjuk egy GFUL. A GFUL láda egyébként az a láda, ahol hát én úgy vettem észre, hogy elég sok esélyed van arra, hogy nyissál valamit, viszont ha nem semmit, akkor gyakorlatilag nullába vág. Rájöttem, hogy meg lehet vásárolni a ládákat, és nem muszáj kinyitni, úgyhogy akkor megveszük még ezt a GZ ládát is csak hogy meglegyen. Szóval akkor most így eldöntjük, hogy mit lehet még venni. Ez két kulcsos. Van még 26 kulcsunk. Ebből nyitunk mondjuk egy, nem tudom én, egy három darabot mondjuk ebből a mixládából. És a gamerből a gamerből nyitunk hármat? Ja, legyen mondjuk az. Akkor abból a hármat, megnézzük, hogy mennyi kulcsunk fog maradni. Egy elektronikusat is szeretnék még én nyitni. Nyitunk egy elektronikusat is, ebből is egyet. És maradni fog még hét kulcsunk, úgyhogy nyitunk egy Apple Case-t is. És elméletileg egyetlen kulcsunk fog maradni. Azt pedig kinyitjuk ezt a Magic cuccot. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor kiválasztottuk a ládáinkat. Úgyhogy, <kül> csapjunk bele. Nézzük mondjuk a mix ládát. No, milyen igényesen meg van csinál. <coughs> Ugye <meg> A <puladok. coughs> Bocsánat. <coughs> 8 dollár? Az egy dolláros izé, vagy az egy kulcsosból? Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, eddig tetszik a dolog. De életem nyitása volt egyébként, mert baromira nem szoktam ilyeneket nyitni. Na nézzük a mixládát. Most fog eljönni valószínűleg a valóság. Az nagyon nagy szerencse volt egyébként az a 8 dolláros tudsz. Ez biztos, hogy 8 dollár? De idegesítsetek ki. Hát ez tök jó. Az egyre nem is rossz. Ebből is mondjuk ezt nyitottuk. Na nézzük, ebből van három. Ő, ez mi ez? Nyakbalkasztós cucc. 10 dollár. Gyerekek, hallod? Mi ez? What? Ja, és így magától nyitja, az tök király. Na jó, azért. Igen, azért bejött az a valóság. Jó, ez kamu, Ez nem 19 dollárs kacok, hanem valószínűleg bagos, mert az OPS-kizánós bagosak a játékok. Úgyhogy szerintem az eddigi összes ilyen cucunk, az full bagos. Na mindegy, majd meglátjuk. De ez nem ennyi. Ezek körülbelül, ez mondjuk oké, hogy 10 dollár, de ez ilyen csigós ezek azt hiszem ilyen, ilyen két, egy-két egy dolláros cuccok, szóval nem, nem, kell túlságosan nagyra számítani, nem kell beszalni, a gyúristen is most nem tudom én 15 dolláros játékokat, mert nem. Az, az, az mi? 5 dollár. Nem mondom, hogy a legjobb, de kíváncsi leszek majd a végén, hogy mennyit nyitottunk. Na gyerünk g ad be a nagyot. Na ez, hogyha beadja nekünk a nagyot gyerekek, sok matrica van elő, az jó. Ne, ez az! Mennyi? 51 dollár, hú, hú! Na ez! Na ez a nem semmi, és, és kacok, most lehet mondani, hogy ez meg van játszva, meg mit tudom én, nincs játszva. egyébként, nagyon-nagyon sokszor előfordult már, hogy ez most baromi nagymák egyébként, tehát az élő adásokban szerintem összesen nem nyitottam ennyit, mint ebben a lábban. de mostanában ezekben a videóban egyébként így, így elég nagyon szerencsém van, úgyhogy ennek most örülök. Na! Akkor még ebből az elektronikusból nyissunk valamit. Ha most adja, akkor nagyon kéne, hogy adja. Ez az oldal nagyon bejövős. Hát kábe. 11 dodó. Ez jobb lett volna szerintem. Nem baj, nem baj. Nem vagyunk rosszak egyébként. Most adja. És ez a GZ, ez még megadhatja nekünk majd az alaphangot. Gyere. Direkt nem akartam most sok ládát nyitogatni egyéb. Az piros? Nem. Azt hittem hirtelen piros, mert akkor levet volna a víz. Azt az életben nem fogom kimagyarázni akkor. Na jó van, és nézzük most. Mi lesz? 30 kulcsos láda, egy kulcs, két és fél dollár, ami azt jelenti, hogy 75 dollárt fogunk most így egyszer elvaszni. Vagy pedig valami nagyon nagyot nyerni. 75 dollárnál többet kéne szedni, gyerünk, gyerünk, léci léci, nem is nézek oda. 10 dollár. 75 dolláros ládából nyitottam egy 10 dolláros giftet. Ez az! Ez az! De a, a vágod a négy kulcsosból, meg az 50 dollárost. Vát? De ne! De hallod? Ez, hát ez úristen! 75 dollárosból kajak nyitottam egy 10 dolláros cuccot? Nem á. Na jó, és kacok, hát kinyitogattuk a ládáinkat. Nem volt egyébként annyira rossz. Mindjárt megnézzük, hogy mit sikerült nyitnunk. Na kacok, csináltam egy összesítőt. 103,68 dollárt nyitottunk 150-ből. Nagyon durván profitba mentünk volna, hogyha nem egy 10 dolláros Adidas kártyát nyitunk a 75 dolláros ládából. Na mindegy, úgyhogy hát ez van. Egyébként nagyon nagy, ezt a jay nem alá ajánlom. Nagyon sokan kértetek, hogy egyszer nyissunk egy jay ládát, azért is gondoltam, hogy akkor kinyitok most egy ilyet. Pff, életem legdurvább balfék döntése volt egyébként, úgyhogy ha bármikor mentek, ne nyissatok ki a ládát, jó? Jifu-el! Kösz szépen, megint megmentettél. Hogyha most nincsen be 51 dodónk, gyerekek, akkor nagyon durván alá megyünk a dolgoknak, és egyébként itt vannak a játékok, hogy 2,77 dollárok voltak. Na, srácok! Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, és szeretnél még hasonló gambling tartalmakat látni, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára illetve ne felejts el dobni egy lájkot. És drukkolj, hogy legközelebb kicsit több szerencsénk legyen, egyébként annyira nem volt rossz. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!